Nagy örömmel hallgattam Ádám első darabom beszédét ezen a rövid elvonuláson. Valójában már nincs mit mondanom. Előtte az összes töltényt, megütötte a padlót, hallgatott, mosolygott, mondott okosakat, mondott érthetetlent, mondott érthetőt. Gyakorlatilag nincs dolgom, úgyhogy akár beszélgethetünk is. Miről legyen szó? nagyon nehezen alszom, bármi fölébreszt, nehezen tudok visszaaludni. Ha jövök táborba, elvonulásra, akkor a többiek motoszkálása, szuszogása, horkolása, mászkálása, éjszakai élettevékenysége kizökkent. Na most ez az akadály, ez maga az út, és küzdjem le önmagam meghaladásáért, vagy hozzak nyugodtan egy sátrat, és költözzek ki az udvarra. Ezek a hangok a bóthiszatva út eredeti hangjai. Nagyon komoly tanítóértékük van, és ezáltal a hallás és a térérzékelés éjszakai üzemmódját gyakorolhatod. Terjezd ki teljesen a teret, és 360 fokos nyitott körben hallgassd a hangokat, és számold. Egy zörej. egy horkantás, egy láb dörzsölés, még egy zörej. És létszeres címkézdőket egytől ötig valós skálán, hogy mennyire zavaróak. Sorszám és csillag. És ezzel létszeres foglalad el az elméd, közben figyeld a lélegzetedet, rekordidő alatt újra aludni fogsz. Ha nem, akkor tégy szárnyolsz leborulást, valahol a darmaterem tájékán, akkor végképp nem fogsz tudni aludni, és akkor rájössz, hogy előbb jobb volt. És visszatérsz a hangok számolásához és minősítéséhez. Tehát nagyon sokszor, sokféleképpen tudunk aludni. Az egyáltalán nem meglepő, hogy a templomban töltött első pár éjszaka az nem olyan alvással telik, mint odahaza. Az elme sokkal tevékenyebb, annak ellenére, hogy sokkal többet tisztul, mint odakint. És ezek az éjszakák ilyen nagyon érdekes Hallomásokkal és néha látomásokkal telik. Az a jó, hogy ezt mind te csinálod az elmebéli élmény tekintetében, és a fizikai világ néha hozzájárul ehhez. Tehát azok, akik keltik ezeket a zajokat, azok tényleg nem úgy hallják, ahogy te. Tehát próbálj meg olyan öntudatlan lenni, annyira félalvós vagy alvós lenni, mint azok, akik éppen ezeket a zajokat keltik. Na ez az együttérzés gyakorlata. Az előző az a kicsit rigorózus bölcsességé volt. A sátrat télen nem javaslom. Nyáron akár, de tudod, hogy a sátorfal mennyi hangot szigetel? Nulla. Ezt különösen a nyári fesztivál szezonban tapasztalják meg az emberek különböző rendezvényeken, amikor ilyen 50 méteres körzetben minden sátorból mindent lehet hallani. Úgyhogy további jó étvágyat kívánok ehhez, de javaslom a légzés figyelő tiszta tudat gyakorlatot, és akkor előbb-utóbb sikerül aludni is. A zen hagyomány vonalon belül foglalkozunk el különböző légzés technikákkal vagy gyakorlatokkal. Kétféle légzést gyakorlunk, a belégzést és a kilégzést. Ezen közben figyeljük őtet. A belégzést is, és a kilégzést is egyenlő együttérzéssel. Egyik sem jobb vagy rosszabb, mint a másik. De, hogyha figyeled, akkor a kilégzés egy idő után úgy picit hosszabbá válik, és a belégzés pedig utána természetesen következik. Nincs mesterséges ritmizálás, szakaszolás, folytás, vetítés, különböző koncentrációs pontok, ezek nincsenek. Viszont egy valami van, alhas figyelése. Ez egy terület, ez nem egy pont. És amikor így a Mahamudrában így megnyugszik a figyelmed, és a lélegzetet oda beköltözik, mint egy kis költöző madár, bevackol, és így természetesen az alhas kimegy, ahogy belélegzel, és összehúzódik, ahogy kilélegzel, és egy ilyen enyhe hő fejlődik, na ezt hívják úgy, hogy dajkálgatjuk a tantient. Ez egy nagyon jó tudat. De a meditációban a lélegzet és a testtudatosság az önmagában csak az alap. És utána van a lélek tudatosság, amikor látjuk a léleknek az összes mozgását. Tehát a tudat az meg tud nyugodni. Mozdulatlan tud lenni, de csak akkor, ha a lélek mozgáshoz nem ragaszkodik. A lélek összes karmájával barátságot köt, annak tudatában van. Tehát nem mozduló test, nem mozduló beszéd, és a nem mozduló beszédnél lehet a lélegzetet nagyon jól figyelni, és nem mozduló tudat, amikor a lélekmozgást is tapasztaljuk. A lélegzet nagyon fontos, de nem a végállomás. Kóriaiul a lélegzetet kong üres energiának nevezik, és ez köti össze a mikrokozmoszt a makrokozmosszal. Tehát a lélegzett tudatosság önmagában fontos, de nem elégséges. A testtudatosság és a lélektudatosság is kell hozzá, és ekkor az egyéni energia, a vongi és a kozmikus, a dégi, ez a három egyé válik. És az egyé vált energia a hapki, vagy japánul az aiki. Ezt általában tudati oldalról szoktuk megközelíteni, hogy ha gondolkodsz és ragaszkodsz a gondolkodáshoz, akkor te is a világ, teljes a másik ember teljesen ketté válik. Hogyha kiiktatod a gondolkodást, megszünteted, nem ragaszkodsz hozzá, akkor te és az univerzum egyéváltok váltok, te a másik ember tudata egyéváltok váltok, van egy komoly lélek híd ember és ember között ez mondjuk az intimitás alapja, hogyha valaki ezt keresi. Tehát lehet ezt nagyon sokféleképpen, de úgy, hogy nincs egy egyév tapasztalata tapasztalat a másik emberrel, úgy nem lehet. Úgyhogy figyeld a lélegzetet és az összes többit együtt. Jó? Egyéb kérdés? Azt szeretném megkérdezni, hogy ami majd zajlott, ez egy műfaj, tehát olyan, mintha elmentem volna misére, és akkor ez egy hagyományos szertartás. Egy-egy szót lehet tudni belőlük, amit próbáltam én is utolérni. A művészi műfajként jellemezném. Amikor Ádám tartanítást, az már majdnem mise, és amikor arról szól, hogy már nem gondolkodunk, akkor zen. De ebben minden benne van. Ez az igazi szellemi gezámkunst. az a fő, hogy működjön. Te nevezheted akárhogy, felfedezhetsz benne egy csomó mindent, más egyebek hiányát is, de ez valójában arról szól, hogy tér vissza eredeti tiszta tudatodhoz. Kész. Hogy te közben ezt művészetnek, vallásnak, tudománynak, egyébnek éled meg, az másodlagos. Ez az elmédnek a rendszeralkotó képessége, megnevező képessége. Tehát az en az eredetileg nem megfogható, nem megnevezhető. De azért, hogy az intellektusunk tudja kódolni, valahova tenni, ezért ilyen címkéket aggat rá. Én nem szeretném, csak úgy van, hogy megkérdezik, hogy nekem miért kell így keresgélni az életben. Miért nem jó, hogy úgy elmegyünk Ez dolgozni. Az, keressel, az egy nemes dolog, de a zenhez semmi köze. Az jó, hogy ezen találtad meg, de nem a zen miatt keresel, a keresés miatt találtad a zent? Nagyon más. Miért keresünk? Hát miért ment be a buddha az erdőbe 28 évesen, amikor rájött, hogy minden egyes ember születik, felnő, megöregszik, meghal? Hogy ez miért nem elég? Mert az emberben jóval több van, mint élet és halál. Hát nem elég. Hogy lenne elég ez a puszta biológiai lét? beleszámolva az elme okosnak mondott hány torgását. Miért lenne elég? Bennünk van valami, amit tud az örök létről, az második rosszul tudja, de igénye van rá. Tudunk valamit a szabadságról, szörnyű módon keressük, igényünk van rá, majd csak találunk valamit, amit eddig szabadságnak neveztünk, de mire elérjük, teljesen megváltozik. Például barátságot köt a felelősséggel. Az milyen jó dolog. Tehát az ember jóval több, mint egy érzékszerfesz kötött lény, szanszkitúd dzsiva. Tehát sokkal több, mint test és lélek összekapcsolása, akkor tényleg nem lennénk különbözőek az állattól. De pont azért, mivel van öntudatunk, ezért keresünk valamit, ami ennek a forrása. Elég erőteljesen háromszögeltünk az elmúlt pár ezer évben, hogy ott fönt az kicsoda micsoda. És kiderül, hogy a transzcendens tapasztalatra szükség van, de a háromszögelésre nincs. Tehát halad meg saját magadat, hogy elérd igazi valódat, de a különböző projekciókra nincs szükség. Nem akadály az sem, hogyha a végére jársz, de nincs szükség. Eszembe jut egy történet, televízióban egy dokumentumfilmet vetítettek szerzetesekről. És az egyik a kertben ült a fa alatt, és már több mint húsz éve szerzetes volt, és hát éppen válságidőszakát élte. Minden elkötelezettségnek van időszaka, és az ő éppen akkor jött el, és ott morfondírozott a Bibliát, már oda-vissza kívülről tudta, de a kétségei, egyszerűen így jöttek fölfelé. És egyszer csak minden átmenet nélkül megragadott egy fűcsomót, kitépte, maga elé tette, és azt mondta, Isten, ha vagy, mutasd meg nekem magadat ebben a fűcsomóban. És utána szünetet tartott, a filmben egy picit csönd volt, és a riporter megkérdezte, egy és mi történt, mi történt? Szóval én nem tudom, de onnantól fogva csak bizonyosság és hit volt bennem. Ez azért érdekes, és abban a pillanatban, hogy a háromszögelés megszűnt, mert a fűcsomót kérdezte, és nem fölfelé beszélt, vagy onnan hallott dolgokat, abban a pillanatban ez már egy évvállás és elmélyülés volt. Nevezhetném a zen kapujának, de hát ő más hagyományban volt, nem én, hogy ezzel egyet értene. Az egyéválás az teljesen mindegy, hogy milyen nevet kap. Tehát amikor a teológiából Isten lesz, amikor a buddhizmusból zen tapasztalat lesz, akkor az nagyjából hasonló átmenet. Teljesen mindegy, hogy mit gondolunk róla. Az elme nem tudja szavakba foglalni. Az ilyenség az nem függ semmiféle gondolattól. Úgyhogy nézd meg, hogy a saját tapasztalataid birtokában kinek hogy tudsz válaszolni úgy a kérdésére, hogy az igaz is legyen, és annak az embernek szóljon. Meg is értse, nehogy azt higgye, hogy a teljes igazságot hallotta. Úgyhogy ezért jó az en gyakorlat, mert minden benne van, de a lényegéről nem lehet beszélni. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Honnan tudod, hogy ha elérted a megvilágosodást? Fogalmam sincs erre. Szerencsére nagyon jó tanítom volt, és minden ilyen fogalmat az segített kisöpörni az elméből. Ha azt hiszed, hogy elérted a megvilágosodást, itt idézve, az olyan, mintha egy vödör szart öntenél a fejedre. Ha pedig azt hiszed, hogy nem érted el, tenném hozzá, akkor az olyan, mint hogyha beledugnád. Tehát az ilyesfélét azt hagyjuk ki. Tehát az elme absztrahálása az az egyik legszörnyűbb dolog. Miért? Mert az intelligenciára szükség van. De nem veszed észre, hogy mikor válik az egész terméketlen abstrakcióvá. Az intelligens modellalkotás mikor lesz illúzió nagyon-nagyon nehéz észrevenni a határt. Hogy mikor alkottál képet, és mikor teremtettél ábrándot. Szungszenzen mestert idézve, a megvilágosodott és meg nem világosodott üres szavak. Most mit látsz? Te jössz. Mit látsz? Ezt gondolod? Ki van írva valahogy magunk? Mit látsz? Hát a színeket és formákat látunk, a többit gondoljuk. Nos, használd a szemedet. Mit látsz? A teret? Azt hogy? A térben maximum tárgyakat látsz, vagy távolságot tárgyak közt, de a teret azt nem látod. Látod, hogy a gondolataid átvették a vizualitás szerepét? Ezeket behunyt szemmel is ki tudtad volna mondani, és nem lett volna különbség. Mit látsz? Szívesen látunk a következő egynapos zen gyakorlaton is van munka. Egyéb kérdés? Az a kérdésem, hogy említettétek, hogy a zen nagyon egyszerű gyakorlatokból áll össze, és a, a meditáció is igazából egyszerű. Viszont, hogyha ez, ez, így ilyen formában igaz, és a Elég sok uh, vallás és kultúra is ezt tanítja, hogy egyszerűek a gyakorlatok. Akkor miért van szükség ennyi irodalomra, miért terjed ennyi uh, vallás, miért van ennyi nézet? Alapvetően az embernek háromféle alap táplálékra van szüksége. Zsírok és olajok, szénhidrátok és cukrok, valamint Állat és növény eredetű fehérjék. Miért van több millióféle élelmiszer a polcokon? Válogatnak az emberek. Ismered ezt a mondást, hogy varietas delectat? A változatosság üdít és frissít. Hát ez a jéghegy csúcsa. Imádunk ízlelni. Lehetőleg minél többet és minél több félét, Holott tudjuk, hogy alapvetően ez a háromféle táplálékcsoport, ez egyszerűen, tisztán, granulálva beadható az embernek, és mégis mi éttermekben, konyhákban milliókat költünk arra, hogy jót, ízleteset együnk naponta többször. És ez még csak az ízlelés. Mi emberek imádunk gondolkodni, rendszereket alkotni, nem tudunk megmaradni az egyszerűnél és pillanatok alatt túlbonyolítjuk. Miért? Mert imádunk érezni, gondolkodni, rendszert alkotni, bebizonyítani, hogy okosak vagyunk, sőt, még okosabbak, mink jobban tudjuk, sőt, még annál is jobban tudjuk. Ennek az eredménye egy olyan bonyolultság, ami már tényleg működésképtelen lesz, és amikor már az, akkor visszatérünk az egyszerűhöz. Nézd meg, hogy a vallásalapítók, már amilyen tanítás ránk maradt, teljesen másképp tanítottak, mint az utódok. Az ő jelenlétük még így távolról is egy ilyen szellemi ősrobbanáshoz hasonlít, hogy igen, ő előttük is voltak buthák, rabbik, sziddák, tanítók, egyebek, de ők voltak azok, akik látszólag a semmiből egy teljesen új paradigmát így létrehoztak. Ez a szellemi ősrobbanás hatalmasat tágul, rövid idő alatt, évtizedek alatt így bejárja a félvilágot, vagy az egész világot. És utána elkezdenek a galaxisok, naprendszerek, bolygók, aszteroidák, kis kőzett darabok, meteoritok, üstökösök kialakulni. Relatíve hosszabb idő alatt, mint ahogy az első hullám így végig söpört a Földön. És ekkor már ez lehűl, ebben már nincs annyi energia, ez nehezebb. Itt már nem pusztán a gyönyörű tanítás transzcendens oldaláról van szó, hanem kőkemény érdekviszonyokról, társadalmi kérdésekről, dominanciáról és nagyon-nagyon bonyolult lesz az egyszerűből, és nagyon gyorsan sikerül a lényeget elfelejteni. Aztán újra és újra, mint amikor valaki megújítja a tant, vissza kell térni az egyszerűhöz. Tehát látható, hogy Jézus Krisztushoz képest Szent Ferenc mit csinál, de ugyanolyan fontos, mind a kettő. Látható, hogy Sákyamöni Budhához képest Bodhidharma mit csinált, de ugyanolyan fontos, mind a kettő. Úgyhogy ha visszatérsz az egyszerűséghez, az ugyanolyan fontos, mint amikor először tapasztalod. Ezt hívjuk a zenben kezdő szellemnek. Újra és újra elkezdeni. Hibáztál, felállsz, újra kezded. Elbonyolítottad, felállsz, leegyszerűsíted, újra kezded. Így maradsz normális. Ha nem, akkor a saját önképedben, tanításképedben, zenképedben, szentképedben elmerülsz, azonosulsz ezzel a termékkel, és véged van. Elveszíted a teremtő képességedet, elveszíted a kezdő képességedet, elveszíted az egyszerűt és a tisztát. Úgyhogy maradjon meg a kezdő szellem. Téged is várunk legközelebb. Szívesen. Egyéb kérdés? A karmáról szeretnék kérdezni, hogyha van egy, egy rossz karmám, amit sikerül feloldanom, vagy letennem, nem tudom melyik a jó szó, viszont közben a, a gyerekeimnél mondjuk ez már megjelent, nem tudom, hogy minek hívjuk ezt, hogy... hogy ezt példamutatásnak mondjuk. Tehát, hogy lemásolja, vagy Bizony. beépíti a saját életében, hogyha nekem sikerül meg küzdenem ezzel, akkor azzal már neki is segítek, vagy neki külön lesz ezzel feladata? Is-is segítettél nekik, de nem véletlenül születtek hozzád, és a szülői lét, amennyire ebből a helyzetből én rálátok, az azt a kínos felismerést hozza, hogy amit te megtestesítesz önmagadban, de titkolnál a gyerek előtt, azt tanulja meg először. Amit te nagyon szeretnél megvalósítani önmagadban, és a gyereket hívod ehhez segítségül, és azt tanítod neki, na azt valósítja meg utoljára. Úgyhogy kegyetlen, kőkemény és szeretetteli a gyermek visszajelzése, tükrözése, mert pont ott tükrözi a karmát, ahol néha a legjobban esik, és a következő másodpercben ott, ahol a legjobban fáj és mindezt teljesen szándékolatlanul, legalábbis úgy serdülőkor előtt. Úgy teszi, hogy nem is lehet védekezni ellene. Nem lehet azt mondani, hogy kisfiam, nincs igazad. Ezt, amikor már tud gondolkodni, akkor lehet ellene vetni, de akkor már ő is másképp jelez vissza. Hát van ez az áldott korszak a három és kilenc éves között, és már teljes személyiség, már, már jár, már beszél, már az alapdolgokon túl van. Ugye? Szobatiszta meg, tudja mondani, hogy ha éhes, vagy szomjas, vagy fárad. csomó minden, de még a prepubertás sincs. Tehát három és kilenc között van ez a hat-hét év. És amikor a tizet elütti, akkor ugye elkezd már változni az egész, de addig olyan tűpontos. Ha elég őszinte a szülő vagy a szülő pár magához, nézik, és a gyerek úgy tükröz, hogy az valami hihetetlen. És ekkor kell nagyon őszintének lenni. Mindig, de amikor már kapjuk a visszajelzéseket, annyira őszintének kell lenni, hogy ne azzal rontsuk el a gyereket, hogy védekezünk az általa tükrözött igazság ellen. Köszönöm. Szívesen. Aztán kiderül, hogy miért születtek hozzád, vagy született ő hozzád, és segítesz neki leküzdeni azt, amit még magadban sem. De mondjuk a gyerek rávilágított. Anyu, én is hordozom, szia, most már többen vagyunk, most már tényleg csinálj valamit? Oké. Okay. Egyéb kérdés? Azt szeretném megkérdezni, hogy a múltkor az édesanyámnak sikerült visszaadni egy karmát, ami az övé volt, de én úgy látom, hogy ezt már a nagyobb lányomnak is sikerült magára vennie mert próbált uralkodni felettem, emiatt megromlott a kapcsolatunk, mert egy idő után nem csináltam azt, amit ő szeretett volna, és hogy tudok-e valamit tenni, hogy... Hogyne, nagyon. Tehát amit anyu felé nem tudtál megtenni, de végül visszaadtad azt a karmát, amit helyette vittél, azt a lányod felé úgy teheted meg, hogy édes lányom, olyan karmát viszel, ami nem a tied, és nem nekem kell visszaadnod. Oda tedd azt, ahonnan jött, és akkor ez az uralkodási kényszer is megszűnik. Az nem a tied, mivel te már visszaadtad. Amíg a tied, addig folyamatosan bombázhat. Utána nem szabad már felületet adni ennek. Erre szoktam mondani azt, hogy a teret nem lehet megütni az ürességre nem lehet egy kabátot akasztani. Köszönöm, mert most ezt fontosnak, nagyon fontosnak találom, mert kisbabát vár, és egyből tudtam, hogy kislány lesz, hogy nehogy továbbadja. Tovább fogja. Tovább fogja. Ez a generációs, azt mondom, szellemi, lelki öröklődésnek a törvényszerűség, és ez nem szomorú vagy örömteli. Ez így van. A továbbadás egyébként látszólagos. Egymás gyertyáját gyújtjuk meg, és oltjuk ki. A családi karmát képzeld el úgy, mint egy több rétegű tortát, aminek a jelen generáció a legfőső rétege, és a torta szeleteket, mint a családtagokat, akik a család egészét alkotják. Az aretipikus valóság az az, amikor a különböző tortarétegeken keresztül jön az információ, hogy neked milyen ízed van, milyen színed van, milyen szilárdságod van, milyen karmád van. És ezek a tortarétegek egymásra épülnek, egymásra következnek, mert egymáshoz születünk. Generáció vonatkozásában is, és a horizontális családtagok eloszlásában is, mint apa, anya, testvérek, stb. Meg kell látni azt, ami úgy köt össze minket, hogy ettől előre megyünk, mindannyian, és meg kell látni azt, hogy mi köt össze minket úgy, hogy mindannyian zuhanunk tőle, mindannyian lefelé megyünk, mindannyian elsötétülünk tőle. És ekkor van az, hogy először a tetorta szeleteden gyújjon ki a gyertya fénye, először te jöjj rá. Amíg az nincs meg, addig a másik szeleten a gyertyafényt nem tudod meggyújtani. Aztán van, amikor a családtag fogja magát, és a már égő gyertyát így fejjel lefelé a dobos tortába, így búm, így bele, ne beszélj hozzám! tehát Úgyhogy akkor van az, hogy egy picit hátralépsz, és a torta szeletet egy picit kiebb húzod, hogy ne legyél bent középen. És akkor a kapcsolat egy picit távolibb, ugyanúgy benne vagy a tortában, csak egy centivel kiebb. Nincs ez a semmi baj mert az érintkezés nem olyan szoros, és így neked már nem tudják úgy adni, hogy te már ezt visszadtad, te ettől megszabadultál, és nem akarod újra elsajátítani ezt a karmát, de állandóan rád akarják lőcsölni, ugyanabba az avatárba visszatenni, ugyanabban a szerepben látni, ugyanazt a hibát látni tőled, mint korábban. Hogyha te ettől mentes akarsz maradni, akkor az egyetlen egy kérdés, amit föltehetsz érvényesen, az az, hogy miben segíthetek. Nem az vagyok, akinek szeretnél látni engem. Nem fogom az igényeidet úgy kielégíteni, hogy ettől mindannyian zuhanyunk lefelé. Miben segíthetek? És hogyha ez a vége, akkor előbb-utóbb rájönnek, hogy úgy változtál meg, hogy az egyébként nekik is jó. Hogy el kéne felejteni a korábbi elvárásokat, és helyesen, egyenesen egymás segítve előre menni. Jó. jó. Köszönöm szépen. Szívesen egyéb kérdés. Ott hátul. Olyan könnyed kifejezés volt itt, hogy visszaadni a karmát, hogy hogyan kell visszaadni a karmát? Hát mi ezt a foglalkozásainkon egy ülőpárnával szoktuk helyettesíteni, aminek füle van. És megfogom a fülénél az ülőpárnát, és ezt az adott foglalkozáson túl íg. Feladó, címzet. És ez a jelképe kívül, ha externalizálom, annak a karmának, amiről rájöttem, hogy nem az enyém, de a szüleimtől vagy a testvéreimtől kaptam, magamban hordoztam idáig a magvát, de most erről leválasztódom, nem azonosulok vele, és visszaadom azoknak, akiknek ez kell, ahonnan ez jött, akik még ezt szeretik, akik még ezt akarják. De nekem már ezzel nincs dolgom. Hát ez a külső megszemélyesített vagy tárgyasított dolog, de belül a belső munkával, azt látod, hogy te ezzel nem vagy azonos. Látod a tiszta tükörben, engeded jönni és menni, és te valójában az vagy, ami nem jön és nem megy. A lélek tiszta tükre és tudatossága, az eredeti, térszerű tükörszerű tudat. Ez nem mozdul, ez kimozdíthatatlan. A jövő menő karma ha ragaszkodsz hozzá, az kimozdít. Kihoz a sodratból bele ítéletekbe kétségekbe, borzalmakba, negatív létállapotokba. És hogyha nem azonosulsz vele, akkor az eredmény az, hogy megkönnyebbülsz, hogy erősebb leszel, hogy több energiád lesz, derűsebb leszel. Rengeteg eredménye van. Onnan látod, hogy jól csináltad. Nem elidegenedsz, hanem egyé válsz. Amikor kocsit mosol, akkor nem üvölt az alváz, hogy most a portolő ő elidegenedik meg a ráfújt száraz leveleket, ugye ő szeretné vissza, meg a sarat is. Hát az emberi lélek, mivel mindannyian boldogságkeresőek és szenvedéskerülőek vagyunk, ezért a tudatosság felé és a boldogság felé egyaránt törekszik. A helyzet az, hogy a kettő nincs meg egymás nélkül. Tudatosabb vagy, több energiád van, boldogabbnak érzed magadni, ha nem is tudod, hogy mitől. Csak hogy meg szeretnéd puszilni az eget, mert olyan kék, és téged ez boldoggá tesz. Okay. Tehát gyakorolni kell, és belül, hogyha ezekkel a karmákkal nem azonosulsz, akkor az abba fektetett összes energia visszajön hozzád. Okay. Ehhez kapcsolódik, hogy hmm. akkor a betegségeket is így fogjuk föl, hogy nem kudarc, hanem jött egy feladat. És ha megoldottam, akkor és ugyanazt érzem, amit mondtál most. Valahonnan ezek jöttek, mert azelőtt, hogy megjelentek volna, nem voltak ott. Tehát valahonnan jöttek. Valamiért maradnak, és hogyha nem marasztalod őket a ragaszkodásoddal, vagy a dualisztikus hozzáállásoddal, akkor ők mennek is. Három nagy fázist kell megkülönböztetni. A jövést, a maradást és a menést. És akkor megy el, hogyha engeded elmenni. Nem azok történtek, amire gondoltam. Igen, amire nem gondoltál, az történt. Igen. Ez azt jelenti, hogy a tudattalanod működött sokkal inkább. A tudattalanod az a 95 a tudatos személyiség az az öt. Te hiába nem gondolsz valamire, a tudattalanod kisugározza azt az infót a térbe, és arra jön a válasz. Esetleg több évtizeden, még ritkább esetben több életen keresztül valamilyen karma érlelődik, és egyszer csak Manifestálódik. Ez mind a tudattalanban. Úgyhogy ami történik veled, az az ok és okozat működése. Akár tudatos, akár tudattalan. Úgyhogy olyan nincs, hogy ok nélkül történik veled valami. És az igazi feladat az, hogy te megnézd, hogy milyen részt vállaltál ebben, hogy te ezt hol teremtetted és akkor megtalálod azt a pillanatot, amivel ezt elkezdheted uralni. Betegség ugyanez. Nyakra, főre különböző bacilusok, vírusok állandóan itten bombázgatnak minket. Olyan, az miért van, hogy bizonyos embernek az immunrendszere beengedi, a másiké pedig nem? Hol voltál te érzelmileg, gondolatilag sebezhető? Hol fordítottad ezt le? a lelki síkra, és pont ott, ahol sebezhető vagy, ott támad be a kémia. A külső anyagi kémia és a belső lelki kémia, ezek nagyon nagy mértékben összefüggenek. Párhuzamosan működnek. Az egyik az egyik, a másik a másik, de az egyik bizony feltételezi a másikat. Úgyhogy erősödjön és tisztuljon nem csak a tudatos énet, hanem a tudattalan tömeg is és akkor egyre kevésbé leszel beteg. De ha beteg leszel, lásd meg, hogy csak fölgyógyulni kell, semmi több. Jó? Köszönöm. Szívesen. Kám olyan kérdésem lenne, hogy a családomra az a jellemző, hogy generációk óta nők egyedül hálják meg a helyüket, és hogy ezzel kapcsolatban nekem van valamilyen dolgom, hogy. Te is egyedül állod meg a helyedet? Igen. Hát akkor van. És akkor mi? szeretnél továbbra is egyedül megállni a helyedet? Hát nem. Akkor ez a dolgot, hogy ne egyedül álld meg a helyedet, hanem mondjuk egy párral. Szeretnél párral helyt állni? Igen. Akkor a páros karma kialakítására törekedj. Van egyéni, páros, családi és csoportos karma. Ezek különböznek egymástól, és hogyha az egyikből a másikba át szeretnénk menni, akkor bizonyos kapukat át kell lépni. Például az egyéni létből a párkapcsolatba, az elkötelezettség kapuján megyünk át. És hogyha kölcsönös az elkötelezettség, akkor kölcsönös az intimitás is, és a párkapcsolat elkezd úgy működni, hogy az egy meg egy az legjobb esetben is kettő. Tehát az egy meg egy az nem egy. Magányosan nem lehet sokáig élni egy pár kapcsolatban, mert akkor szétesik. Az egy meg egy, az akkor lesz három, amikor családot alapítasz. Nem számítva az ikerszülés lehetőségét, ami azért eléggé megdobja a dolgot. Most hallottam egy anyukáról, aki hármas ikreket szült, első szülése volt. Azt mondta, az utána következő két és fél évre nem emlékszik. Csak úgy szaggatottan van meg. És ez a beavatás, ez egy nagyon komoly külső tanítás is, és a belső buthádra maximálisan szükség van, hogy a külső butha az tényleg két lábon járjon, ne csak kúszom, mászon, és lótuszok nyíljanak a lába nyomán, és ne vakargasd de fejed, na mit csináltam, mit behúztam bele. Oké? Okay? És a család és a csoport között pedig az a különbség, hogy vérszerinti kötődés versus szerződés, vagy egyesség szerinti kötődés. És hogyha megnézed, az egyedüli helytállás az a család és az egyén karmája úgy, hogy aktív párkapcsolat nincs. És ez fájni tud, ez hiányozni tud. Ilyenkor mi a segítség, hogy a csoportban, ahol most is vagy, Letisztítod magad, megerősíted magad, és újra elhiszed, hogy te alkalmas vagy egy párkapcsolatra. És ha ezt te magadban szilárdan hiszed, és a lelkedet megnyitod egy ilyen kapcsolat előtt, akkor az előbb-utóbb belép az ajtón. Köszönöm. Szívesen. A kérdésem az az, hogy meditáció közben, amikor egy pontba figyelünk, és elkezd minden sötétedni. A... Valamit rosszul csinálsz. Tehát Jó. az egész biztos, hogy ez nem egy pontban sötétedő gyakorlat, hanem térben felfénylő gyakorlat. Uh -huh. Azt szilárdan elmondjuk, hogy ne egy pontra figyelj, mert beleesel, mint szamurája kardjába vesztes csata után. Tehát nem. Uh -huh. Nem egy pontra figyelünk, hanem a térben elnyugtatjuk a szempillantást. Tehát majdnem olyan, mint hogyha így a képzeletbeli görögdínyét így megragadod, de közben a tenyeredet látod, és elveszed a tenyered, de a fókusz ott marad. És közben teljes kört érzékelsz. Tehát az éberség mezeje és a vizuális mező nem ugyanaz. Hétköznapi tudatnál még azt sem érzékeli, amit lát. Meditátor, gyakorló, kiterjesztett tudatánál még azt is érzékeli, amit nem lát. Oké? Okay. Tehát térszerű tudat, nem pontszerű tudat. Ha nagyon koncentrálsz egy pontra, megjelenik Van Gogh összes festménye különböző felrakásban, a padlón egy kis Velázquez, egy kis Picasso, nem beszélve Matiszról, és amikor már nagyon, akkor már becsuktad a szemedet, de belül folytatódik. Na ezért nem csukjuk be a szemünket, ezért nem nézünk egy pontra. Hogy tartsd meg a teljesen tiszta térszerű tudatot, amely ha letisztul, olyan lesz, mint a tükör. Az egész körnek a a középpontja. Oké? Okay? Köszönöm. Szívesen. Megköszönöm, hogy ezt a mai napot, illetve az előző kettőből is valamelyiket együtt töltöttük, hogy együtt gyakorlunk. Örömmel várunk vissza mindenkit ebbe a templomba, hogy ismét tegyünk egy hősies erőfeszítést érjük el tiszta önvalónkat, és szabadítsuk meg mindennét a szenvedéstől. Köszönöm szépen.